Na, örülök, hogy megismertem. Egyedül jöttél? Nem. Megeszem a kis borzot. Na, kell egy ilyen olló valahol. Igen, megmondom őszintén, hamarabb szerettem volna, de aztán itt a mindenféle ballagások miatt időre el kellett készülni egy dologra, és amit egy kicsit megcsúsztam. De úgy szerettem volna, hogy is egy kicsit hozzá a kontaktot. Hát úgy volt, hogy holnapig vannak, de egész héten ezt csinálja, és akkor én nem is látom őket, de ők egész héten rajtam röhögnek. Tehát jó. Vagy egy rohangálok, mint pókafala, mert nem találok soha semmit. Na mindegy. Ez az ehető papon? Igen. Hát most kis körivel ettük. Hajrá, szia! Ne, nem lesz az ebben. Ez még érdekes, mikor oda költöztünk Szendi helyre, 15 évvel ezelőtt. Akkor hát ilyen tért hajlatig élő rőzsém volt, és hát úgy tartottam is tőle, hogy ott a falusiak nagyon fognak emiatt ércelődni, de nem volt semmilyen. Egyedül egy kocsmáros nő volt, aki azt mondta, hogy voltak itt már ilyen fülbevalósok, de nem sokáig maradtak, de ő volt az egyetlen, aki egy ilyen rasszízű megjegyzést tett meg. És azóta sem. Ezt én nem veszem így rossz ízűnek, hanem csak úgy mesélek. Mégis tök jó, hogy mesevilágba raktak minket. A Csabi, hogy hívják. Olyan a haja. Jó, nem tudják talán a neveteket, emiatt adnak a nevet. Nem tudom, mert a boltban, tehát így azok vannak ebben. Én elég éve gyűltem ott már a... Csak még ugye nem járunk kocs, mert a bolt az, ami betérünk a másokat. Meg hát pici ez a bolt, de nem egy fel, mert sok ember jön hozzá. Tehát megvan az a napi... ...tanulózik. Igen, azt hallottam, hogy ilyen nagyon nagy pezsgésen jöttem. És jól viselitek? Hát, ide, de elfáradtam, hogy sok. Közben tök jó menni, hogy jönnek barátok. Csak most kezdődik világos, hogy ez az elszámolás, hogy nekem ez nem lehet. Ez eddig még elment. Még nem kellett ezzel foglalkozni, ezt én nem szeretném. Az életemből bevonni, valaki talán aki ezt a részt említi. De milyen jellegű a számára? Hát mert hogyha most jön egy csoport, hogy egy kívcsoport. Igen. Elkezdtem. De sokan vannak, és akkor nem akarom, hogy most azért mert neki barátok, hogy neki nem elhívják. Jaj, ezt mondtam. Péter is, mindenki sem most mindez, hogy én ezt nem szeretem, nem akarom ezt így kérdezni. Vagy nálam már így összefolyik, szóval nem érdekel, hogy most egy hete is van. Én nem így csinálnám, de hát nem így csinálnám. És kin múlik, hogy hogy csinálnám? Hát így kell valahogy csinálni, csak valaki csinálja.